hagyd mutassam be neked Felcsútinél nagy Tünde Klárát, dédnagymamát, én nagyon büszke vagyok rá, mert én hálózatépítő dédnagymamát senkit nem ismerek, csak őt. És akkor néhány szóban hagyd kérelek már meg, Klára, hogy te is mutatkozz be egy picit, jó? Felcsútiné nagy Tünde Klára vagyok, 5 gyermek édesanyja, 12 gyermek nagymamája, és egy dédi. Egy dédi unoka. Hát mit mondjak magamról? Még aktívan dolgozom, bár már nagyon várom a nyugdíjat. Jó, akkor figyelj, csapjunk át arra, hogy te milyen lehetőséget kerestél, amikor ezt megtaláltad. Én régebben munkavéget keresgéltem a neten, otthon végezhető munkát, munkanélküli voltam. Akkor botlottam először bele a DXN-be. Nézegettem, aztán elhessegettem a gondolatot. Akkor nem kezdtem el. Aztán ez évben ízületi problémáim lettek, most nem is olyan régen. Minden esik ki a kezemből, nem tudok rendesen dolgozni. És az ember azért úgy gondolkozik, hogy a munkahely az nem olyan biztos, hogyha már nem úgy teljesítesz, ha már nem olyan vagy, mint amilyen, akkor már nem úgy néznek rád, nem úgy foglalkoznak veled. Tehát egyik lábad kint, másik bent. És ez nem politika, ez így van. Igen. És akkor én effektív az ízületi problémámra kerestem valami megoldást, hogy ne legyen olyan borzalmas nagy fájdalmam. Mert ugye nem csak a kezem, hanem a lábaim. Állómunkát végzek. CNC-n. Úgyhogy aki ismeri azt a gépet, az tudja, hogy milyen. Tehát ott hajtani kell. Értem. És milyen szempontok voltak neked fontosak, amikor keresgéltél? Hát nyilván voltak valamilyen támpontjaid, hogy mit szeretnél találni. Hát olyan céget, ami megbízható. Nem akarom a szádba adni a szót, de nyilván az, hogy nem voltak 100 000 forintjait befektetni, meg hasonló igaz, tehát gondolom... Hát, annyi, abszolút nem. Manapság nagyon kevés emberkének vannak 100 000-ei arra, hogy befektessen. Sőt, milliói, mert egy vállalkozást 3 millió alatt nem tudsz megnyitni. Igen. Tehát, hogy olcsó legyen a belépőd. És, aztán rátalál. És volt-e valamilyen ellenérzésed, amikor megtaláltad ezt, hogy talán mégsem az igazi, vagy tehát valami kételj, vagy bármi? Nem. Éppen ez az, hogy amikor rátok találtam, akkor az volt, hogy végre valaki, aki nem akar rám tukmálni semmit. Ezt köszönjük szépen. Nem csak az, hogyha érdekel, kattints, ez megtörtént, és... Tulajdonképpen akkor mi győzött meg? Tehát volt-e valami olyan, ami azt mondott, hogy na ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy igen, ez a jó döntés. Vagy volt-e ilyen, vagy egyszerűen csak az elejétől kezdve érezted, hogy ez a jó? Szerintem az empátia vagy. Aha, köszi. Igen, az. Jó, köszönjük szépen, és akkor még azt kérdezném meg tőled, hogy vannak-e már valamilyen tapasztalataid a termékekkel? Ugye most egy ideje már fogyasztod, nem régóta még. De esetleg észrevettél-e már valamit? Igen, amikor elkezdtem fogyasztani, nagyon fájt a fejem. Olyan dolgok jöttek elő, hogy nagyon régen voltak olyan fájdalmaim. De viszont ezek megszűntek, és azóta sokkal jobb. Jobban tudok aludni. Köszi szépen, ezt csak azért mondom azoknak, akik esetleg minket hallgatnak, hogy ezek tipikus jelei a ganoderma működésének, amikor észrevesz régi betegségeket, hogy aha, itt volt valami, lehet, hogy 30 évvel ezelőtt, és ezek valószínűleg ilyen úgynevezett emlékeztető fájások lehetnek nálad akkor. Mert
a véletlenítéssel járó. Meg a fejfájás, igen. Tünde, köszönjük szépen, azt kívánom neked, hogy még nagyon sok jó terméktapasztalatod legyen, hogy tényleg te is megfiatalodjál úgy, mint nagyon sokan, akik Danodermát fogyasztanak, és akkor cél a gyémánt, segítünk, amiben csak tudunk. Isten szóljon belőled! Köszönöm szépen! Minden jót neked!